Sziasztok, Balkonik, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A mai videó az évi legrosszabb olvasmányaim lista lesz, tehát arról fogok beszélni, hogy mik azok a könyvek, amiket ebben az évben elolvastam és nem tetszettek. Mielőtt ezt a listát elkezdeném, el kell, hogy mondjam és le kell, hogy szögezzem, hogy ezzel a véleményemmel senkit nem szeretnék megbántani, ez nem egy ilyen szakértői kritika, mindössze azt szeretném elmondani, hogy nekem milyen könyvek nem tetszettek, és senkinek a kedvenc könyvét nem szeretném lehúrogni. Tudom, hogy ebből a listából nagyon sok olyan van, amit ti szerettek, úgyhogy légy szíves, ne vegyétek személyes sértésnek. És akkor kezdjük is el. Habár elég sok könyvet olvastam ebben az évben, szerencsésnek mondhatom magamat, hiszen nincs túl sok olyan könyv, amit rossznak mondanék. Azt hiszem, hogy talán ötöt tudok mondani, ami nem tetszett a 170 valahányból, úgyhogy ez egy nagyon jó arány, úgyhogy kezdjük is el őket. Azt el kell mondjam, hogy ezek közül a könyvek közül egy darab van nálam jelenleg, ugyanis, hogyha nekem valami nem tetszik, azt rögtön tovább adom, hogy legyen egy új gazdája, aki szereti, ne porosodjon nálam fölöslegesen, úgyhogy kezdjük azzal az egyel. Ez az egy, az nem más, mint Ed Ryan McKinty-től The Chain. Erről akkor már beszéltem a novemberi összegző videómban, és gyakorlatilag itt az nem tetszett nekem, ahogy a történet be lett fejezve, tehát a második fele a könyvnek az eléggé unalmas volt, pedig az első az nem volt annyira rossz, és végül 1,5-ságot adtam rá. Sajnos ez egy elég rossz csillagozás, talán az évben az egyik legrosszabb, és ez nagyon sajnálom, mert régóta el szerettem volna olvasni ezt a könyvet, viszont nem tetszett nekem, úgyhogy ez sajnos ilyen lett. Ez egy thriller könyv, ami arról szól, hogy van egy nő Rachel, akinek a lányát elrabolták, és csak akkor kapja vissza, hogyha ő is elrabol egy másik gyereket, és annak a szülei kifizetik a pénzt, amit ki kell fizetniük, és ők is elrabolnak egy másik gyereket. Szóval erről szól. Maga az alapszori tök izgalmasnak hangzik, viszont sajnos a megvalósítás ez nekem nem tetszett. A következő könyv, amit olvastam és nem tetszett, az A köztes világ volt. Ezt a könyvet még nagyon évelején olvastam, és ez egy kifejezetten vékony kötet, tehát azt hiszem, hogy 100 akárhány oldal, viszont sajnos nem tetszett. Nem fog erről a könyvről sokat beszélni, egyébként ez egy skifi, de már rengetegszer elmondtam, hogy nekem ez a könyv nem tetszett, úgyhogy nem akarom ezzel húzni az időt. Nagyon sajnálom, egyébként a borítója például nagyon tetszett, és a többi részének is ilyen szép volt a borítója, viszont hát sajnos nem tetszett, úgyhogy tovább is adtam rajta, és ez az első Neil Gaiman könyv, amit olvastam, de nem adom fel az írót, mert tudom, hogy nagyszerű író, úgyhogy majd fogok tőle mást olvasni, de ez sajnos nem jött nekem így be. A harmadik könyv nagyon kedvelt könyv, és már előre félek, hogy mit fogok mondani, de már egyébként erről is sokat beszéltem a csatornán, hogy nekem nem tetszett. Ez pedig nem más, mint a Jó kis rossz a kiskajának az első része. Azóta sem folytattam a sorozatot, és valószínűleg nem is fogom, már túl is adtam egyébként. Ja, nem adtam túl, ott van. Jó, mindegy, most már nem megyek el érte. Mindegy. Igen, ezt mondtam, hogy nem adtam rajta túl, mert hogy eléggé leharcolt példányom van, és nem akartam senkinek ilyen használt példányt odaadni. Minden esetre nem tetszett sajnos, és nekem egyébként nem a sztori nem tetszett, mert az tök érdekes volt, hanem a szereplőkkel nem tudtam megbarátkozni. Így, hogy ott van egyébként, még gondolkozok rajta, hogy megpróbálom még egyszer, de nagyon sajnálom, hogy tényleg, hogy a szereplőkkel tudtam megbarátkozni, mert hogyha én a szereplőket nem kedvelem, akkor nekem az egész borul. A következő szintén egy nagyon kedvelt kötet, és megint csak nagyon félek erről beszélni, de ez sem tetszett nekem, és ez a Szolgálólány meséje Margaret Atwoodtól. Maga a sorozat, azt én végignéztem, azt hiszem, hogy végignéztem, nem jobban nem biztos egyébként, és egyébként azt kell mondjam, az nekem nagyon tetszett, viszont a könyv az sajnos nem. És itt nem igazán tudom megfogalmazni azt, mi az, ami nem tetszett, egésznek a... nem tudom, az írói mód sem annyira, de egyébként tudom, hogy Margaret Atwood nagyon jó író, és ne húrogatok le, Lacey, tényleg nem szeretnék senkit megmondani ezzel, egyszerűen csak nem volt nekem való könyv. És az utolsó könyv, ami nem tetszett nekem idén, az Essexi kígyó volt, Sarah Perry-től. Erről a könyvről beszéltem Dominikával, a Just Book is szó csatornáról, majd leírásban megtaláltuk, mert Matildával is beszéltem, azt hiszem, hogy neki a nővére olvasta, és ez az egyetlen könyv szinte idén, ezen kívül talán csak egy van, amit nem bírtam végigolvasni. És 80 oldal volt hátra, ami hát nem sok, és mégsem bírtam, amit nagyon sajnálok. Alapjában véve én nagyon pozitívan álltam a könyvhöz, gyönyörű a borítója, a sztori is érdekesnek tűnt, és kult kiadást, a kult sorozat részeként jelent meg, és nekem a kult sorozat, például a Hatalom, az egy fantasztikus kedvencem, ugye Naomi Alderman-től, és nagyon reméltem, hogy ez is tetszeni fog, viszont sajnos nem így lett. A történet rettenetesen unalmas volt, és vontatott, és egyszerűen sehogy nem tudott lekötni, hogy addig-addig szövettem vele, hogy a 80 oldal maradt nagyjából a végéből, de leraktam, és hát sajnos ez ilyen. Ezt egyébként tényleg nagyon sajnálom. Egy lehet volna már ez a kis rövidke lista, ezzel a kis rövidke videóval. Ha van olyan könyv, hogy nektek idén nem tetszett, írjátok le kommentbe, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!